Tehát akkor a második részt megkezdjük, és ekkor, mint ahogy szoktuk, az alátiumok következnek, illetve megnézzük, hogy különböző alátiumok mit mondanak erre az évre, illetve visszamegyünk és megnézzük korábban, amit mondtunk, hogy abból mi valósult meg, és hogy hát egyáltalán megtaláltuk-e a kapcsolatot. Ugye az alaphelyzet az, hogy mi elvont ideákat, képeket nézünk, aminek az utánképződése a valóság, tehát valójában a valóság történései egy durvább sínkon zajlanak, mint amit mi nézünk, és nem állítom azt, hogy nagyon egyszerű mindig ezeket az ideákat mindig megtalálni a valóság csüngelébe, de sok esetben meg lehet, és ennek tulajdonképpen az lehet az eredménye, hogy az ember belelát az időnk méhébe, ahogy a taoisták mondják, tehát látja azt a mögöttes erőt, ami munkál az idők mélyén. A tavalyi esztendő, ugye talán emlékszünk rá, rajzolom. Tehát a 14 ugye az a fa ló éve volt, ezt úgy írtuk át, ugye a fa az vagy szél, másképpen a fa vagy szél trigramja, ugye átírva, és a ló pedig volt a tűz trigramja. És ebből volt nekünk két változó, ez volt a tavalyi évnek a hexagramja, és azt mondtuk, hogy ez a, nem mi mondtuk, hanem hát ez az 50-es a kehely volt, ugye a kehely képét adta, és ez a két változó volt, amit igazából figyelnünk kellett, és ezek kapcsán kellett valamit észrevennünk, valamilyen jeleket, amelyek arra utalnak, az összefüggése utalnak. És itt valójában azt kell mondjam, hogy nem egy rossz év volt, most hát relatíve persze, avval kellene kezdenem, hogy olyan, hogy jó év, olyan nincsen. Ez lehetetlenség, mert olyat még idáig nem produkált a világ, hogy legyen jó év, mert eleve szükségszerűen mindig minden állandó szenvedés, de relatíve jó év kellett volna, hogy legyen a elmúlt esztendő. Hát sok minden jót nem tudunk elmondani róla, és különösen nem tudunk elmondani jót, itt a középtárgy, ugye ez az augusztus-szeptember környéke, ez volt a kritikus időszak, ami a negyedik vonal, változó vonal, és annak idején ugye azt beszéltük meg, hogy tulajdonképpen eltörik ennek a kehelynek a lába, és kilopcsan az étel, tehát történik egy baleset most kvázi, egy rossz élmény, és ezáltal meghiúsul az emelkedettek táplálása. Tehát ez most nagyon nehéz átvinni a világi történésekre, de hogyha valaki ennek szellemében érzékenyen figyelte a dolgokat, akkor azt kell mondjam, hogy abból a szempontból valóban itt a augusztus-szeptember táján nagyon-nagyon zűrös időszak volt. Gondoljunk bele, ott voltak ugye az a vírus, az az Ebola vírus, hogy most mi lesz, elszabadul, nem szabadul. Akkor kezdődött igazán itt a szomszédban ugye a háború, ami egyébként most úgy tűnik, mintha megoldódna itt a felső vonal változása környékén, tehát valamiféle pozitív történés azért mégiscsak ennek a vonalnak a kapcsán, tehát ez jelzi, hogy valami történés volt, vagy hát szóval valami rendeződés volt. És a negyedik helyhez azt mondtuk, ugye, hogy eltörik az üsnek a lába, kilocsan az étel és beszennyezi a herceget, ezt mondják a kommentárok, a Venkirályféle kommentár, amit hozzáfűzött, azt mondja, hogy itt történik valami, ami által beszennyeződnek a, nem hogy szertartásos étkezés lenne belőle, hanem éppen, hogy beszennyeződik a szertartás végzője. Vagyis történik valami olyan esemény, amely hát nem fedi le ezt a szertartást. Egyet egészen biztosan mondhatunk erről az évről, hogy ez az év minden eddiginél inkább igazolta azt a tételt, hogy minden háború okkult háború, minden konfliktus mögött ideológiai konfliktus áll, és az az érdekes, hogy az idei évben meg is mutatkozott ez. Tehát egyértelműen kiderült, hogy valóban itt arról van szó, hogy ideológiák,
vallások, különböző hát szellemi elképzelések csapnak össze, tehát minden háború okkult háború, magyarul. És ez meg tudott az idén mutatkozni, tehát oly mértékben, vagy mondhatjuk ugye az iszlám államot most, hogy ez micsoda, ki hozta, ki csinálja, ki van a háttérben, azt nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy ideológiai szinten zajlik a konfrontáció, de itt a szomszédunkban is ideológiai szinten zajlik, az sem pusztán csak területér zajlik, hanem ott is bizony ideológiák csapnak össze, és minden háborúban ideológiák csapnak össze, kezdettől fogva, és hát értelemszerűen ezek az ideológiák ugye a maguk hát, érvényességét próbálják hát, érvényre jutni, juttatni, és ez most az idén valahogy úgy megmutatkozott. Tehát magyarul úgy kilógott a lóláb. Kiderült, hogy itt variálnak emberek össze-vissza, itt is, ott is, a szomszédban is. Kiderült, hogy nem is azok lőttek, akik lőttek, hanem mások lőttek, akik mások azért lőttek, hogy ott valamit... Szóval kiderültek, hogy igazából lélőkodatlan nem pusztán csak tiszta területér való konfliktus zajlik, hanem semmit sem, például az iszlám állam kapcsán egyértelműen lehet tudni, nem területi kérdés, ez ideológiai kérdés. Vagy a nemrég ugye a párizsi, az ideológiai kérdések, ideológiai okkult háború zajlik, és ez az idén valahogy ennek kapcsán megmutatkozott. Tehát amikor a Kehelyjel kapcsolatban azt vártuk, hogy itt valami nagy felemelkedett, nem tudom én, közös nagy szertartásokban feloldódik mindenki, és akkor mindenkinek nagyon jó lesz, hát erről szó sincs. De az viszont mégis előtérbe helyezte ezt a kérdéskört, hogy itt a háttérben nagyon-nagyon komoly okkult dolgok vannak, okkult módon zajlanak az események, irányítják, manipulálnak, variálnak, stb. Stb. És ez most az idén meg tudott mutatkozni, ez mindenképpen ide tartozik. Azt mondtuk a negyedik hely kapcsán, hogy itt egyfajta hasadás következik be. És a hasadás két dolog, több dolog, tehát a jellem és pozíció, tudás és törekvés, erő és felelősség, ezek közötti hasadásról van szó ennél a vonalnál. Hát mindenki ítélje meg, hogy ez most valahogy, hogy lehet analógiába hozni azokkal az eseményekkel, amelyek történtek. Végül is nem könnyű, beálltom. Nincsenek mindig olyan markáns jelek, mint amilyen volt például a pápa lemondása, amit viszont egyértelműen talán, aki itt volt, emlékszik rá, azt egyértelműen is határozottan mutatták. Az egy nagyon markáns jel volt, hogy azért működik ez a fajta átírása a hexagramokká. Itt már egy kicsit gyengébben jelenik meg, de egy biztos, hogy itt rendeződés kezdődött, mire lefutott ez a periódus, ez mondjuk az augusztus, szeptember, október periódus, csak utána egyfajta rendeződés állt be, egészen odáig, hogy elviekben most kötöttek egy békét, kötöttek egy megállapodást, és gyakor az a gyanúm, hogy úgy kezdenek lemondani azokról a területekről, amelyek most átkerülnek az oroszokhoz. Egyszerűen azért, mert ott oroszok laknak, hát nincs mese. Egyszerűen azok laknak ott, hát nem lehet, hogy mit csinálni. De hát magyarul úgy tűnik, hogy ez szépen lerendeződik ez a kérdés. Most ugye a lesz az elkezendő 2-3 hétben egy felfokozódása az egésznek, amikor a Mars az Uranussal együtt áll, hogy belekontárkodjak az asztrológiába. De még az is szerencsés lesz, mert a Jupitert mi van, azt lágyítani fogja. Egy kis felfokozódás, de mégis egyfajta szerencsés lecsengése történhet meg, tulajdonképpen ezeknek az eseményeknek. Nos, tehát ennek kapcsán ugye átváltozik, megtörténik a változás, és ennek kapcsán a belső hexagram nem változik, viszont a külsőnél a yang átváltozik yinné, és itt is a yang átváltozik yinné, és előáll az, hogy a fa fölött nem a tűz lesz, ami elemészti, felemészti. Mit jelent ez nagyjából az ide elmúlt esztendőre? Belül van a fa, kívül van a tűz. Belül vannak a gondolkodás, a mozgás, a szél,
a intellektualitás, stb. És kívül van a tűz, a tapadó, az erőszakos, a konfliktusok, ugye a tűz maga felemészti a fát, tehát a külső események felemészthetik, vagy megpróbálták felemészteni a belső gondolati struktúrákat, a belső dolgainkat. Hát végül is, hogy ez mennyire volt így, az embere válogatja, de maga ez a kép, ugye általában úgy kezeljük, a belső és a külső, ez nagyjából maga az ember, ez pedig körülötte a világ. Ha személyes kérdésről van szó, akkor minden esetben így kell kezelni, ez az ember maga, középen van az ego, ez a világ maga, és középen van az uralkodó, ami most egy külső, hát vagy felső, úgy is mondhatjuk, hogy felső uralkodó. Tehát mindenképpen belül volt a szél, elgondolások, elképzelések, stb. Kívül volt a tűz, a történések, a megtapadás, az elégetés, amely ezt a fát, ezt a belső gondolkodást tulajdonképpen elégette. Na most ez körülbelül úgy zajolhatott, úgy történhetett meg, hogy a külső dolgok gyakorlatilag felemésztették azokat a belső törekvéseket, vagy belső dolgainkat, amelyekbe próbáltunk valahogy hát, gondolkodni, amit megpróbáltunk megvalósítani. Tehát egyfajta, benne a tűz, vagy benne a föld, benne a fa, kinn a tűz a fán ég, tehát ilyen értelemben elégette a belső dolgainkat. Az idei esztendőben más lesz a helyzet. Éppen azért, mert belül marad a szél, tehát továbbra is azt kell mondjuk, hogy a gondolkodás kiemelt helyen van. Kiemelt helyen van az elképzelés, a gondolkodással való küzdelem, annak a lecsillapítása, azoknak a rendezése. Általában ebbe beletartjuk az ideológiák kérdésköre, magának a létszemléletünknek a kérdésköre, annak a végiggondolása és általában tehát a gondolkodási folyamatok. És kívül van a Föld. Ez azt jelenti, ugye egy képben, amit a képet használja a Venkirály, hogy a fa a Föld alatt elindul és elkezd növekedni. Nincs akadály, hiszen itt semmi akadály nincs. Ha itt volna valamelyik vonal yang volna, akkor az akadály lenne, de nincs akadály, ezek befogadó vonalak. Ugye ebből adódik, hogy a három befogadó vonal együtt adja a Föld jelét. Alul van tehát a fa, kívül van a Föld. Ez egy csodálatos helyzet, rendkívül kedvező hexagram, a 46-os hexagram, ez kimerült, a 46-os hexagram, bocsánat, és a 46-os az a neve, hogy felemelkedés, növekedés, és a, tulajdonképpen arról szól, hogy a föld alatt a fa, mint kis mag, kicsirázik, és szépen, lassan, kikerülve az akadályokat, ügyesen fogja magát, és kinő, felnő, naggyá válik, tehát egy nagy fává válik. Vagyis ez a felemelkedés, vagy kiterjedés, előrehatolás, felhatolás, feljutás, ugye ezeket az ideákat mondhatjuk hozzá. Tehát önmagában ez a hexagram egy nagyon-nagyon jó hexagram. Hogyha az ember személyes kérdéseire kapja, akkor egyértelmű, hogy azt, amire kérdezte, azt ki fog bontakozni, fel fog nőni, és egy nagyon kedvező helyzet jön létre. Ráadásul még, tehát azon túl, hogy ez egy nagyon kedvező helyzet, egyébként ez a hexagram, ha jól emlékszem, augusztus-szeptemberhez tartozik, tehát ott lesz az egésznek a csúcsa. Most még egy pillanatra maradjunk csak ennél miatt a vonalakat megnézni, mit mond ez az idei évre az egyes személyes életünkben. Azt mondja, hogy például az elképzeléseink, hogyha fokozatosan kibontakoztatjuk, akkor meg fognak valósulni. Továbbá mondja azt is, hogy nyugodtan minden ideát, mindent, amit úgy kigondolunk magunknak, vagy elképzelünk, azt, hogyha kitartunk mellette, és szépen, fokozatosan növeljük, fejlesztjük, akkor meg fog valósulni. Tehát olyan esztendő lesz, amikor érdemes végig gondolni az életünket, a dolgainkat, a tennivalóinkat, a feladatainkat, a terveinket, mert a végig gondolt tervünk szépen meg fog valósulni. Nem gyorsan, nem villám, hanem fa. És a Föld pedig ugye az, ami engedi, befogadja, befogadó, ugye ez maga a befogadó trigramja, tehát befogadja ezt a fát,
és a fa szépen ezen keresztül tud bontakozni, és ennek következtében megvalósulnak azok a fa ideái által hát szimbolizált dolgok, mint például az elképzelések, gondolatok, világképek, stb. Ez azt is jelenti, hogy az idei évben nagyon sok minden, hogy is mondjam, csak kibontakozik olyasmi, ami sok régóta nem tudott. A világban is valószínűleg így fog alakulni a dolog, hogy sok olyan ötlet lesz, sok olyan jó hát elgondolás, elképzelés, amely egy kedvező irányba mozdíthatja el a dolgokat. Tehát mindenképpen ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon jó év, mert meg fognak valósulni azok az elképzelések, akár például a béketeremtő, akár a rendeződést elősegítő, akár mondom az személyes életünkbe a kitűzött célok, az elképzelések. Egy dolgot nem szabad siettetni ezeket, hanem benn kell tartani. Tehát mondok egy példát, valaki azt szeretné, hogy nem tudom, mit mondjunk. Kocsit. Tessék, a Zoli szeretne egy kocsit. Pirosat? Nagyon? Egy nagy zöld kocsit szeretne az Zoli. Akkor nem azt csinálja, hogy most azonnal elmegy, és akkor már válogat, és hanem csak egyszerűen bent tartja a gondolatában a zöld kocsit. Kiveszi a zöld tárát, mert most valószínűleg az van benne, és berakja a zöld kocsit. És a napjait úgy vezeti a napjait, hogy erre a zöld kocsira igencsak gondol sokat. Meg fogom nézni, hogy alakul az idei éve. És ha egy zöld kocsival jön dolgozni, tehát bent tartjuk az elképzelésünket, és nem törekszünk arra, hogy minden áron megvalósuljon, nem nyomulunk, nem akarjuk keresztül menni, csak bent tartjuk. És a bentartás révén ez fokozatosan szépen meg fog valósulni. Nem ugyanakkor szépen kikerülve ugye az akadályokat, ahogy a fa, amikor nő, kikerülje a köveket, és szépen, de rendíthetetlenül lépés, milliméterről milliméterre csak nő és nő és nő. Tehát ugyanezt alkalmazva a ideáinkat, terveinket érdemes most végig gondolni az újhold alkalmával, és az, ami bennünk megfogalmazódik, amit a gondolkodás, ugye ez elsősorban a gondolkodásra, nem érzelmi, nem vágybeli, tehát nem amire vágyunk, hanem amit helyesnek gondolunk. Hogyha van nekünk valamink, helyesnek gondoljuk, például helyesnek gondoljuk, hogy van olyan, akkor az ki fog mutatkozni. Tehát ez gyönyörű, nagyon szép kép, nagyon-nagyon jó hexagram. Na de várjunk, csak még nem vagyunk a végén. Még csak most jönnek a különböző lépések, hiszen ugye ez a 14-es év, ez a 2014, ez a 2015, és itt lesz majd a 2016, amiből megtudjuk, hogy melyikek változnak, és 2016-ban szemben a fa kecske évével, majd erről is mindjárt még egy picit beszélünk, de a 16-ban lesz a tűz, és kint pedig a majom éve. Látjuk, ennek következtében változik az első, változik a második, változik a negyedik, és változik az ötödik. Tehát nagy mozgások lesznek az idén, nagy változások, nagy átalakulások, de mi az érdekes? Az érdekes az, hogy mind a négy vonal csodálatosan jó vonal. Ebben a hexagramban, tehát a felfelé hatolás hexagramban kizárólag a legfelső vonal nem jó, mert ott már nincs hova hatolni. És ha valaki még a legfelső helyen is még előre akar hatolni, annak bukása vége. De mind az öt vonal, ez az öt vonal, ez teljesen jó. Nagy üdv és makulátlan. Ezt fűzi hozzá Venkirály, mindegyik vonalhoz. Hozzáfűzhetné, hogy meg baj, meg szerencsétlenség, meg egyébként. Szó sincs ilyesmiről. A felfelé hatolás mind a négy vonala, a változó vonala, ez is egyébként szerencsés, csak az nem változik most. Tehát a kezdeti, a második, a
negyedik és az ötödik egyaránt nagy üdv és makulátlan, mindjárt mondom, hogy milyen értelemben. Az első vonal az azt jelenti, ugye általában az első vonal, a hexagram első vonal, a név, az erő, a nagy tömeg, a nagy alsó erők, amelyek emelkednek fölfelé, ez úgy tűnik, hogy aktivizálódik és a helyére változik, hiszen az első vonal igazi helye az Yang, nem Yin. Tehát a helyére változik a vonal, ráadásul, hogyha ez megváltozik, akkor azt látjuk, hogy Yang, 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 Yin, 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 az pedig a béke jele. Igaz? Az alkotó, a Hám, Yang, 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 Yin, 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 ha ez csak azt az elsőt változtatom, akkor ez a Yang, tiszta Yang, tiszta Yin, az pedig a béke jele. Tehát az első vonal változása azt jelenti, hogy nagy, az alacsony erők az idő méhében, tehát az idő, ugye itt lép be az időbe, ez még az idő előtt lévő vonal, ezek már időben lévők, ez pedig az idő fölött lévő vonal. Tehát ez még az idő előtt, legbelül, legbelsőbb dolgaink szempontjából történik egy jó változás, a passzív lényünk átváltozik aktívba, és ezáltal az aktív lényünk a helyére változik, mert az első vonal Yang vonal van, ott az a helye, igaz? Az első vonalnak Yang, Yin, Yang, Yin, Yang, Yin, az a tökéletes hexagram. Tehát az első legalsó vonalnál olyasmi lesz, mintha általunk nem megfogalmazott, de mégis bennünk lévő indítatások kezdenének úgy föltámadni. Még talán nem is definiálható, hogy mi ez, mert idő előtt van, idő alatt van, és nem lépett még be a világba, ugye itt lép be a világba, ez a világ alatti, vagy idő alatti, idő előtti vonalról van szó. Tehát olyan, mintha az emberekben volna valami igény, valamilyen kollektív igény, mondjuk az, hogy legyen nyugalom, vagy legyen rendezett élet, vagy valami ilyesmi, ilyen kollektív igény, és az most abban az irányba történik egy aktivitás, tehát tulajdonképpen megvalósulásba indul ez az igény, hiszen átváltozik a Yin-Yang-ba. Ha már ehhez azt mondja Wen király, hogy a gyökereknél való növekedés nagy üdvöt jelent. Miért? Mert a gyökerek, amennyit a gyökér fel tud szívni, annyit tud nőni a fa, nem többet. Amilyen erős a gyökér, olyan nagyjá válik a fa. Ezért kell ősszel fát ültetni, mert télen a gyökerek megerősödnek, és tavasszal tud menni kifelé. Tavasszal pont fordítva van, ha tavasszal ültetünk, akkor menne kifelé, de nincs gyökere szegénynek. Tehát magyarul, ha a gyökerek erősek, akkor az egész folyamat erős lesz, és itt pedig arról van szó, hogy bizony a növekedés a gyökerénél az nagy üdvöt jelent, mert jó gyökere van, alapos gyökere van, és ennek eredményeképpen meg tud gyökeresedni mindaz, amit megvalósul. A második hely szintén nagyon jó, hiszen nem, itt eredetileg Yin kellene, hogy legyen, és látjuk, hogy a Yangból Yinné változik. Azt mondhatjuk, hogy mi a második vonal? A második vonal az individuális énünk, tehát az én. Úgy is nevezik, hogy a helytartó, ha ez a király, ugye ez az uralkodó, akkor ez a helytartó, az uralkodó megbizotja, de mondjuk, ha most azt mondjuk, hogy ez a belső világ, akkor ez mindenképpen a második vonal, az az egónk, és amennyiben az egónk átváltozik aktívból passzívba, az megint azt jelenti, hogy a növekedés meg tud indulni, mert mit mond Chuang-tse, hogy na, ezt most nem fog eszembe jönni, pedig valami. Azt mondta, hogy az ember maga az ég, és ami megakadályozza abba, hogy mégis az ég legyen, az a saját aktivitása. Ezt mondta. Tehát magyarul az egónk nyomulása akadályozza meg azt, hogy mi tényleg az éggel azonosak legyünk. Vagyis, ha nem lenne az egónknak céljai, vágyai, tervei, meg minden egyébként, mi magunk lennénk az ég. És ezért tehát, hogyha az egónk, idézőjelben most, a énünk, az egónk átváltozik passzívba, az azt jelenti, hogy elkezdődik egy növekedés, mégpedig egy szellemi növekedés, mert nem akadályozzák az ego, a buddhista termékben a vászanák, ugye a emlékek, meg hajlamok, meg mindenféle franckarikák, nem akadályozzák ennek a jónak a kibontakozását.
A harmadik vonal, tehát erről is azt mondja, ja, és még valami, igen, mert azt mondja Ven király, hogy a tiszta áldozat segíti a növekedést. Nagy ügy. Tehát a tiszta áldozat segíti a növekedést. Mi a tiszta áldozat? Mit mond Buddha? Mit kell feláldozni ahhoz, hogy az áldozat nem a tehenet kell, nem is a kecskét kell szegényt. Mondjuk a kecskét még esetleg a tantrikusok, ugye a tantrikusok gyakran áldoznak kecskét, de most itt nem erről van szó, hanem az igazi áldozat az, amikor magunkat áldozzuk fel, amikor az egónkat áldozzuk fel, amikor képesek vagyunk arra például, hogy háttérbe szorítsuk magunkat, és meg tudjuk fékezni magunkat, és le tudjuk csillapítani, és csendesíteni magunkat. Ez az igazi áldozat, tehát a szertartás, a tiszta szertartás segíti a növekedést, ez azt jelenti, hogy az áldozás, az áldozat a önmagunk föláldozása segíti a céljainkat kibontakozni. Vagyis magyarul a Zolinak azt ajánlanjuk, hogy a zöld autó elérése érdekében ne legyél egoista. Odaadom neki. Azt mondom, nekem van egy piros, meg egy fehér. Tehát a tiszta áldozat segíti a növekedést. Negyedik helyen az a következő, ami változik, mondanom se kell, hogy ez is makulátlan. Ennél már csak az ötödik lesz jobb, mert az nagy üv és makulátlan egyszerűen, az már nem, az már az kész. Már nincs jobb vonal az egész jékinbe. A negyedik vonal tehát átváltozik ugye Janiba. Ez ugyan nem az ő helye, tehát itt a, ugye, és igazából a Yin az jó helyen volt, mert itt a ugye Yang-Yin, Yangba változik át, de mégis az egész kép kedvező lesz ennek eredményeképpen, tehát ilyen szempontból mégiscsak pozitívan lehet értékelni, hiszen ha csak ezt változtatnánk, akkor ugye itt van alul a fa, és itt akkor lesz a villám. És a fa és a villám együtt, ugye az a szél és a villám együtt egy nagy megújulást hoz, mint amikor tavasszal a szél és a villám hozza az esőt, és minden növény fejlődést kezd, ugye? A villám. Itt a szél és a villám kísérete. Ez a szél és a villám együtt. Igen, tehát magyarul villám lesz, ugye ez a Yang-Yin lesz akkor a külső, tehát az maga a villámtrigramja, tehát magyarul meglódítja, meglendíti a növekedést ez a villám, ezért mégiscsak elváltozik a helyéről, de mégis pozitív változás. Azt mondja, hogy a felemelkedés eléri a célját makulátlanság. Tehát a makulátlant hozzáteszi, és továbbra is arról beszél, hogy a felemelkedés az eléri a célját, tehát érdemes gondolkodni, érdemes tervezgetni, érdemes előre hát kitalálni, hogy mi lenne a számunkra a legcélra vezető. Nyilván itt elsődlegesen, nem szemrehányás, de elsődlegesen szellemi dolgokra gondolok. De azért más is belefér, tehát ilyen kisebb dolgok, mint egy nagy zöld autó esetleg. Na jó, tehát negyedik vonal, a felemelkedés eléri a célját makulátlan. Ötödik vonal, látjuk, hogy a helyére változik, hiszen a ötödik vonal a yang helye van, tehát yang helyére változik, és ha csak ezt változtatjuk, akkor a víz és a fa képe, ki tudná megmondani, mi a víz és a fa képe? Fönn a víz, lenn a fa. Alul a fa. Hát ez... Hát ez tulajdonképpen olyan, mint amikor a víz alatt ugye a kút, vagy a, igen, amikor lemegy a fát, belemerítik a vízbe, tehát tulajdonképpen a kút, és az pedig egy, és az pedig, most nem a Titanicról van szó. Már kértem az autót, hajóról szó se lehet. Tehát lényegében a víz képévé változik, de összességében nagyon jó kép, és ez azt mondja Ven király, hogy a fokozatos haladás eléri a célját, nagy üdv, makulátlan.
Ez a négy változó lesz az idén, ez azt jelenti, hogy ez mostanában az első, ez az első két hónap, második két, harmadik két, negyedik két, tehát a két hónaponta nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy most itt nagyon-nagyon jó lesz négy hónapig, aztán pedig még jobb lesz majd utána. Egyszerűen egyet tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy most vagy lebukhatjuk, hogy ez az egész egy simli, vagy tényleg azt fogjuk tapasztalni, hogy egy viszonylagosan rendezett évünk lesz, de azért ne felejtsük el, hogy a, hogy is van ez, hogy egy ilyen nagy trágyadombon van egy kis virág. Körülbelül így kell elképzelni. Mert ez a létforgatag, ez nem tud jól lenni eleve. Eleve semmi jó nincs benne. Tehát ilyen képeket az azt jelenti, egy picit jó. Nagyon nem akarom elmondani, tényleg nagyon jó évünk lesz. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, de hát, mivel lejárt az időm, adtam, hogy tervezgessen, gondolja el, hogy mit szeretne elérni, és nem úgy, ne tegyen semmit érte, de viszont nagyon gondolja. Tényleg egy érdekes kísérlet lesz. Életünk arra való, hogy az ilyen dolgokkal kísérletezünk. Tehát nézzük meg, mi van akkor, helyezzünk be valami idát, és nézzük, hogy bontakozik ki a föld, ahol a fa, olyan szépen nő. Még egy dolgot szeretnék mondani. Természetesen ez lehet, hogy valakinek nem annyira jó, más valakinek meg nagyon jó, attól függ, hogy az ő személyes hexagramja micsoda. Tehát mondjuk például ez a fa év, mondjuk egy tűz típusú embernek, tehát mondjuk egy tűz kecskének, annak jó olyan értelemben, hogy tud majd a tüze ezen a fán növekedni. Tehát azt akartam csak mondani, hogy kinek személyesen, hogy viszonyul ahhoz a kollektív képhez, amit a 15-ös évre oda kaptunk, az egy nagy kérdés. De nem sokáig. Mert aki a Buddha FM-re elküld, aki elküldi a személyes adatait a Buddha FM-re, annak az jövő héten meghallgathatja, tudni, ki fogom fejteni, hogy személyesen, tehát ha valaki a maga jegye, az hogy viszonyul az idei 15-ös évnek a hexagramjához. Tehát ebből két dolog derül ki. Aki szeretné a sajátját tudni, az a Buddha FM-re küldjön egy e-mailt benne a születési adatával, a nevével a születési adatával. Másrészt pedig, hogy mindenki hallgassa. Ez az interneten van akkor? Nem, ez egy internetes rádió, így van, nagyon jó tanításokkal, szuper zenékkel, és általában internet, kereső, Buddha FM, kész. iOS-en, Blackberry-n és Windows-on egyaránt. Tehát akkor mindenkinek azt kívánom erre az évre, hogy nagyon-nagyon szerencsés éve legyen. Azt kívánom mindenkinek, hogy valósuljon meg, amit szeretne elérni. És továbbá azt kívánom, hogy meg tudja tartani azt, hogy úgy akar valamit, hogy közben mégsem akar, a nem cselekvő cselekvés módján, tehát, hogy helyesnek tart valamit, de nem törekszik rá. És ezáltal ez a helyesnek tart valamit, ez ki fog bontakozni ebbe az évben is megvalósul. Ezt beszéltem. Igen? Ezt beszéltem ma az egyik barátommal. Gratulálok! Kordékból!
Nagyon örülök neki, akkor úgy látszik már itt az új hold már működik. Még egy dolgot felejtettünk el a szertartás közben, hogy jelezzem, hogy ilyenkor illik jó, boldog új évet kívánni mindenkinek, úgyhogy tegyétek majd meg, hogy a szomszédotoknak boldog új évet kívánok. Mindenképpen.